nyilvánosságra került az az adat, hogy a fizetési meghagyások 97%-át jogi személyek indítványozzák, kezdeményezik, és nem magánszemélyek. Ezen jogi személyek között pedig nagyrészt valószínűsíthető az, hogy ugye követeléskezelő cégek állnak. Ebből is ma megbukik az a sokat hangoztatott érv, hogy a magánszemélyek miatt, a magánszemélyek által indított tartozások miatt nem szeretne a kormány esetlegesen változtatni az adósságbehajtáson, és a végrehajtási reformokat is ezért utasítja vissza. Nos, az igazság pedig ezzel szemben az, hogy például a fizetési meghagyások esetén pusztán 3%-át kezdeményezik a magánszemélyek. Éppen ezért a Mi Hazánk mozgalom nem csak magát a végrehajtási eljárást változtatná meg gyökeresen, úgy, ahogy non-profittá kellene tenni az egész végrehajtás, hanem a végrehajtás megelőző intézkedéseket is felülvizsgálná a kizsákmányolás felszámolása érdekében. Nem meglepő módon a fizetési meghagyások nagy része, ugye, 10 000 és 3 millió forint közötti összegekről szól. Ezek tipikusan pedig olyan követelések, amelyek az évek folyamán ugye a magasabb kamatok miatt, akár egy bankkártya hitelszerződés esetén, ahol 20-30%-os is lehet a kamat, pár év alatt hatalmas összegszerű ugrást tudnak mutatni, és több milliósra nőhetnek akár a pár százezer forintos tartozások, és gyakran késve szereznek róla az adósok is, különféle okokból kifolyólag, akár egy elkalódott levélfolytán, vagy egy rosszul címzett levélből kifolyólag is, vagy a követeléskezelőkre jellemző az is, hogy direkt altatják ezeket az ügyeket, és ugye később a minden nagyobb profit reményében ugye később küldik ki akár a jó címekre is ezeket a dokumentumokat. Éppen ezért ideje lenne feleszmélni és végre véget vetni ennek az egész kizsákmányolásnak, amiben az egész rendszer remekül nyerészkedik, kivéve a magyar emberek, akik ugye a magyar emberek nyomorából nyerészkednek ezek a követeléskezelő cégek, és ha valaki miatt akár adósok is megcsúsznak, nem segítséget kapnak, hanem még jobban lenyomják őket a víz alá. A Mi Hazánk mozgalom a végrehajtás előszobáját is igazságossá és átláthatóvá tenni. Éppen ezért követeljük azt, hogy egy központi nyilvántartást vezessenek be az adósságokról, hogy legyen erre vonatkozólag egy online felület. A mi javaslatunk konkrétan az, hogy egy ügyfélkapu rendszerén keresztül is meg lehetne oldani ezt a nyomon követhetőséget, amin ugye nagyban segítenék az adósságrendezés, még akár a végrehajtási eljárás szakaszban lévő ügyek előtt is. Miért ne lehetnének az adótartozásokon kívüli tartozásokról is napra kész, hiszen láthatóak az adósok számára, vagy akár a magánszemélyek számára is, hogy esetleg indítottak-e ellenük hasonló eljárásokat. Tudva azt, hogy sorra engedményezik a követeléseket, így ugye nyomon követhetetlenek is általában ezek a tartozások, így mindenki hozzáférhetne időben az információkhoz, és nem csak akkor, amikor már a végrehajtók kopogtatnak az adósoknál.